Nyírlugos polgármesterének, Hovánszky Györgynek már a helyi kormányablakban készült el az e-személyi igazolványa. Nem csak a település első emberének, hanem ezentúl bárkinek itt készülhetnek el az okmányai, ugyanis pénteken átadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányablak hálózat új pontját. A többi ügyfélszolgálathoz hasonló, egységes arculatot alakítottak ki itt is. Jelenleg 3 állami tisztviselő várja az ügyfeleket. Azért fontos nálunk a nyílugosi kormányablaknak a megnyitása, mert elég nehézkes a közlekedés innen Nyírbátorba, legközelebbi járásunkban található kormányablakban, és így közelebb tudjuk vinni az állampolgárokhoz az ügyintézést. Leggyakrabban lakcímváltozás bejelentésével, ügyfélkapu nyitásával vagy vállalkozói engedélyek kapcsán keresik fel a kormányablakokat, de mintegy 1500 ügytípus elérhető bármelyik ponton. Jelenleg a nyírbátori járásban van a legtöbb kormányablak megyénkben. Most 6 kormányablak van összesen a választókerületben, minden városban működik kormányablak. Itt a délnyírségben nagyon fontos volt, hogy nyíljon a kormányablak, miután a közlekedés az nem kiegyensúlyozott a térségben. Reméljük, hogy azáltal, hogy közelebb hoztuk a 21. századi magyar ügyintézést a polgárokhoz, könnyebben és hatékonyabban tudják majd az ügyeiket intézni. A nyírlugosi már a 22. kormányablak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így Pestet leszámítva a megyékben működik a legtöbb, mondta a megyei kormány megbízott. Maga az átalakítási munkálatok, illetve a berendezés az egy 30 millió forintos hazai forrású támogatásból valósult meg. A működtetésnek a feltételeit pedig a megyei kormányhivatalnak kell biztosítani, ugye egyrészt ki kell alakítani ezeket a kormányablokokat, másrészt pedig működtetni is kell. Én azt gondolom, hogy ha így számoljuk, akkor több 100 millió forintra tehető a következő években az a fajta támogatás, ami ezen keresztül ide érkezett a megyeibe, vagy ide érkezik Nyírlugosra. A közeljövőben további 2 kormányablakot is nyitnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az egyik Kemecsén működik majd, amelyet a most épülő járási hivatalban alakítanak ki. A másik helyszín pedig a Nyíregyházi vasútállomás. Ezek átadása után a megye lefedettsége teljessé válik, közölte Román István.